bárkivel megeshet, azt gondolom, de kíváncsi vagyok a körülményekre, és egyben jobbulást is kívánok neki, épüljön fel mi hamarabb. Bárhogy is történt, ez egy szörnyű dolog, ami megtörtént. Egy olyan ember, aki amúgy jól tud síelni. Lehet, hogy ő volt a hibás, ismerve a stílusát, elég bevállalós figura volt mindig is. Jó kérdés, sajnálom, nagyon senkinek nem kíván ilyet az ember. Nagyon sajnálom, és ugyanakkor nagyon szorítok is neki, mert fel kell, hogy épüljön. Neki nem így van megírva. Bombaként robbant a hír, miszerint a népszerű Forma 1-es pilótát, Michael Schumachert Franciaországban súlyos síbaleset érte, melynek következtében életveszélyes állapotban szállították kórházba. A hétszeres világbajnok állapota jelenleg stabil, ám még nincs túl az életveszélyen, így mesterséges kómában tartják. A szörnyű baleset híre pedig mindenkit megrázott, így kollégáink közt is akadtak olyanok, akik értetlenül álltak a történtek előtt. Megdöbbentem. Amikor még nem tudtuk a részleteket, akkor is azt gondoltam, hogy valami fatális véletlennek kellett történnie ahhoz, hogy ilyen komolyan megsérüljön Schumacher, mert azért korábban láthattuk, akkor is, amikor még a Ferrari pilótája volt és ilyen csapatsíeléseken vett részt, hogy egyébként egy rutinos, nem versenyző, nem síversenyző, de egy rutinos, jól síelő sportember. Amikor már megtudtuk a részleteket, akkor meg pláne azt mondtam, hogy te jó ég, mekkora pekje volt, hogy egy ilyen nem is túlságosan meredek, tényleg sziklás, két pályát összekötő részre bemegy, és annyira szerencsétlenül tud elesni, hogy így beüti a fejét. Azt, hogy Schumacher mennyire volt felelős a történtekért, még vizsgálják a szakértők. Egy valamit azonban Peti szerint mindenképp jól tett, hogy bukósisakot húzott. A bukósisak viselés szabályzása nem egységes a különböző országokban, tartományokban. Van, ahol kötelező a 15 év alatti gyermekeknek, ám annak ellenére is felengedik a siklani vágyókat, ha nem viselnek bukósisakot. Manapság szerencsére azért egyre többen vigyáznak ilyen módon testi épségükre, ahogyan tette ezt Schumacher is. Zollner Gyula, a Dodge műsorvezetője is gyakran síel, éppen ezért nem értette, mi történhetett a hétszeres világbajnokkal, és eleinte arról is meg volt győződve, hogy a sajtó felfújja a történteket. Az eset után 24 órával már lehetett érezni, hogy ez nem itt komoly dologról van szó. Onnantól rákattantam én is az internetre, és óránként figyeltem a friss híreket, ami egy picit be is árnyékolt a szilveszteremet, mert tényleg az volt, hogy az ember nem tudott leszakadni egyszerűen az internetről, meg figyeltem a külföldi tévéadásokat, vártam állandóan a sajtótájékoztatót, hogy a kórházban mikor és mit mondanak. Gyuláról köztudott, hogy élhal a Forma 1-ért. Több éves műsorvezetői pályafutása alatt jó néhányszor volt szerencséje találkozni a világbajnokkal. Nem egy egyszerű ember. Nagyon nehéz vele interjút készíteni, nem nagyon szereti a felkészületlen riportereket. Tehát számtalan eset volt, hogy valaki odaállt mellé, kérdezett valamit, és ha nem tetszett neki a kérdés, akkor direkt egy-két szóban válaszolt, és nem volt egy kellemes beszélgető partner, viszont hogyha érezte a riporteren, hogy felkészült, akkor természetesen ő is ugyanúgy állt a kérdezőhöz, tehát akkor normálisan válaszolt. Ám mégsem a személyes benyomás volt a legmaradandóbb a pilótával kapcsolatban, hanem a 2003-as San Marino-i nagydíj, melyet kommentátorként követhetett figyelemmel. Az időméredzés után kiderült, hogy az édesanyja halálos beteg, már akkor kómába feküdt egyébként az édesanyja talán napok óta, de akkor nagyon rosszra fordult hirtelen az állapota, megnyerte a San Marino-i nagydíj időmérőedzését, majd helikopterre szállt az öccsével, Ralf Schumacherrel is, mert akkor egyébként még Ralf Schumacher is Forma 1-es pilóta volt, mind a ketten elrepültek a kórházba, ott maradtak egész este az édesanyjukkal, aki reggelre meghalt, és utána visszatértek a futamra, mind a ketten autóba ültek, és a Michael Schumacher megnyerte a San Marino-i nagydíjat. Rajongói, szurkolói és nem utolsó sorban családja is bízik abban, hogy ezt a harcot is megnyeri, hiszen Schumacher igazán tud küzdeni. Az a baj, hogy mindenki így áll hozzá, hogy hatalmas küzdő, és ezért ő nem veszítheti el ezt a harcot, de jelen esetben, ugye, lássuk be őszintén, ez most nem az ő küzdelme. Én nem tudom, hogy működik egy agy ilyen állapotban, de most ő pont azt a részét nem tudja használni, ami a legerősebb volt, az agyát. Tehát nem tud küzdeni, jelen például nem tud küzdeni, az orvosok kezében van, a körülötte lévő emberek kezében van, ő akkor fog tudni küzdeni, hogyha magához tér. Mert akkor megkapja újra azt az esélyt, hogy küzdjön, de jelen pillanatban én azt gondolom, hogy ebben az állapotban Michael Schumacher nem tud küzdeni. Ahogy műsorvezetőnk is említette, Schumacher jelenleg az orvosok kezében van. Bernard Meyer professzor, a Müncheni Idegsebészeti Kórház igazgatója szerint az ilyen esetek mindig egyediek. Előfordulhat természetesen, hogy a pilóta maradéktalanul felépül, de számítani kell arra is, hogy súlyos fogyatékossággal tér majd magához. Dr. Csókai András idegsebész szerint felépülésére azonban kicsi az esély, a tapasztalatok szerint. Valószínűleg így, azok a legfontosabb paraméterek, amelyek szükségesek a élethez, illetve még a mesterséges kómához is, azok stabilak. Fel lehet épülni,
Természetesen azért a legsúlyosabb koponyasérüléseknél a teljes felépülés azért elég alacsony százalék. Bizonyos ilyen skálák alapján minősítjük ezeket a sérüléseket, talán ez a legsúlyosabbnak minősül. Ebből azért a felépülési arány hát egy mondjuk 15-20%. Az orvosok is tehát csak bizakodni tudnak. Bernard Meyer nyilatkozata szerint azonban csak akkor ébresztetik fel a népszerű pilótát a kómából, ha már biztosak abban, hogy nem nő a nyomás Schumacher agyában. Addig pedig nem marad más, csak a remény. Bízni abban, hogy Michael Schumacher megnyeri ezt a harcot is. Biztos vagyok benne, hogyha valaki fölépül egy ilyen betegségből, akkor az Michael Schumacher.